számomra egyértelmű volt az, hogy ha majd egyszer lesz Erdélyben István a király, akkor Szent Györgyhöz valami köze lesz. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy megérhettem ezt a pillanatot, és szeretném megköszönni. Sokat gondolkodtam ezen, hogy vajon miért is volt az, hogy legalábbis a mi időnkben, itt Erdélyben majdnem mindenki koppány akart lenni, Magyarországon pedig majdnem mindenki István ebben a történetben. Nem tudom, hogy a mai fiatalok hogy vannak ezzel. Ha minden jól megy, akkor augusztus 20-án a Sepsi Arénában fogjuk első alkalommal színpadra vinni, remélhetőleg 4-szer fog ez megtörténni. Helyi zenészek, helyi színészek, helyi előadók, helyi táncművészek, és mindenki, aki ezt a produkciót szervezi, az helyi székelyföldi erdélyi tehetség. Ilyen szempontból azt gondolom, hogy korszakalkotó nagy lépés ez, amit kitaláltak a kezdeményezők, és amelyet szerény eszközeinkkel mi is megyei önkormányzat segíthetünk. Azt gondolom, hogy Erdélynek, Székelyföldnek, Sepsiszentgyörgynek rengeteg kreatív embere van, kreatív fiatal embere van, és ez a kreativitás itt nálunk tudott most testet ölteni, meg hangokban kifejeződni, ami szerintem nekünk külön büszkeség. Résztvevőjeként, tehát az eddigi mozzanatok résztvevőjeként azt kell mondjam, hogy örültek minnyáján, de ez az örültség ragályos. És itt voltunk, eltöltöttünk 3 olyan napot, ami feljogosít engem arra, hogy olyan lelkülettel, olyan reménységgel beszélhessek önöknek erről, ami talán augusztus 20-án egy nagyszerű együttlétben, egy nagyszerű ünnepben fog csúcsosodni. Köszönöm szépen. Figyelj, koppány,
Hallgass most az én szavamra, nincs több gond, ha István már nem él. Minden eszköz, mely a trónra téged juttat, elfogadható, már szent a cél. Őrzi joga, engem választ, Katolcán, Árpád népe, hey! Őrzi jognál erősebb az ősi érdek, nem tudja senki a harcunkban tól. Azt kívánom, hogy egy olyan közösségé tudjunk kovácsolódni augusztus 20-ára, és olyan lelki töltettel tudjunk fölállni a színpadra, mert ugye adni igazából csak azt tud, akinek van valamije, hogy legyünk annyira feltöltődve mi lelkileg, hogy át tudjuk ezt adni a közönségnek. Ezt kívánom. Napfénye, világosságot, holdfénye, teljességet, víz színe, az István a Király székelyföldi nagyprodukció nem titkolt célja, hogy előtérbe helyezze a helyi művészeket, és adjunk egy reménysugarat ebbe a járvány időszakban, amikor a művészetek, rendezvények hát nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak. A produkción komolyságát támasztja le az is, hogy a rockopera jogtulajdonosa, illetve a szerzők segítenek munkánkba, tanácsokat adnak, és szinte napi szinten kommunikálunk velük, és a segítségük nagyon-nagyon nagy erőt ad. Számomra minden bemutatóval újjászületik a mű, és ugyanolyan izgalommal és érdeklődéssel várom a székelyföldi újjászületését, mint az eddigi rendezéseket. És mivel jól emlékszem a 2003-as csíksomlyói előadásra, a fantasztikus fogadtatásra, remélem, hogy a rockopera székelyföldi változata hasonló érdeklődést és érzelmeket fog kiváltani, és személyesen szeretném majd átadni az elismerésem a produkció minden résztvevőjének. A készülő új bemutató terve természetesen megdobogtatja a szerző szívét, hiszen az előadás kizárólag erdélyi művészek hozzák létre. Emiatt is áldásos lenne, ha személyesen is jelen lehetnénk az augusztusi eseményen, meglátjuk, mit enged az élet, minden esetre egészséget a felkészüléshez. Tehát a székelyföldi István a király szíve, lelke, motorja. Találkozunk augusztusban a Sepsi Arénában. A viszontlátásra!